Megfordul hozzájuk, és így szól a seregeknek. Drága jó vitéz, mai nap török császárral megismertetjük, mi szívünk, mi kezünk, mi csodás fegyverünk. Épp a szigeti veszedelemből készített előadást adja elő a Dériné társulat a vácisoknak. Ezzel párhuzamosan a szemközti teremben Kosztolányi Dezső Édes Anna című regényét elemezték drámapedagógiai eszközökkel. A kultúraprogram Fehérvárra is megérkezett. A Váci Mihály Technikumban a színháznak szentelték az egész keddi napot. Ez a kult app szervezésében valósul meg itt az iskolánkban, a Váci Szakképző Iskolában. Ha jól tudom, akkor Székesfehérváron ez az első ilyen alkalom. Közel 50 főt látunk most vendégül, akik drámafoglalkozással, színházi előadással, rendkívüli történelem órával készültek. Egy ilyen játékos formába vezetik be a gyerekeket a színház világába. Úgyhogy közben a tanulók aktív résztvevői a cselekménynek. A Dériné program részeként a Kultap program 500 művésze látogatott a Váciba kedden, országos roadshowjuk részeként. Egy-egy témanap keretében alkalomról alkalomra színházi és művészetoktatási programokat juttatnak el középfokú oktatási intézményekbe. Élménypedagógiai fejlesztés, kultúraterjesztés és pályaválasztási szemléletformálás, valamint tehetséggondozás céljával. Kiemelt figyelmet fordítanak azokra az intézményekre, ahol korlátozott a kultúrához való hozzáférés lehetősége. 45 perces tanórákat tartunk, 4-5 vagy 6 tanóra, minden osztály egyedi órarendet kap, ebben megtalálhatók a tantermi előadások, ugye a nemzeti alaptantervhez igazítjuk a mi foglalkozásainkat is, így előfordulnak tantermi előadások, utána drámafeldolgozó foglalkozással, ugye drámapedagógussal, vannak játékosabb, beszélgetősebb, csapatépítős játékaink, zenei produkciók, irodalommal kapcsolatos, tehát hogy költészetet is elég aktívan belehoztuk a program lehetőségek közé. A Váciba szervezett témanapon a diákok nem csak a színházhoz, közösségépítő programok segítségével egymáshoz is közelebb kerülhettek, így alkotva erősebb közösséget a mindennapokban.